amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett, és imádkozott, megnyílt az ég. Leszállt rá a Szentlélek, galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Lukács evangéliumát olvassuk folyamatosan ezekben a napokban is. Két nappal ezelőtt volt vízkereszt ünnepe. Ezért az egész ige hirdetés most a keresztelésről fog szólni. Mind a négy evangéliumban szerepel Jézusnak a megkeresztelése. Talán a legrövidebb és a legtömörebb is az, amit ma hallhattunk a Lukács evangéliumából. Lukács egyáltalán nem törődik Jézusnak a megkeresztelésének a mikéntjével. Nem foglalkozik Lukács evangélista azzal, hogy hol történt a keresztelés, azzal sem foglalkozik, hogy hogyan történt. Azért, mert ez nem lényeges. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha valaki azt mondja, hogy biztosan tudja, hogy hol keresztelték meg Jézust, az egészen biztos, hogy egy felekezet lesz, vagy pedig egy turisztikai iroda. Ők egészen biztos, hogy meg tudják majd mondani, hogy hol, mikor, melyik az a helyszín, ahol megkeresztelték Jézust, és részletes leírást is tudnak majd erről adni az érdeklődők számára, hogy a pásztorok mezejét kell keresni, és egészen biztos, hogy ott lesz az a hely, ahol Jézust megkeresztelték. Aztán, ahogy elérkeznek ehhez a helyhez, ott majd lehet látni egy táblát, azt írja, hogy pásztorok mezeje, és három felé nyílik az út. Mind a három út ugyanígy a pásztorok mezejéhez vezet. Az egyik a katolikus pásztorok mezeje, a másik az ortodox pásztorok mezeje, a harmadik pedig a protestáns pásztorok mezeje. Ilyen részletes leírást tudnak majd nekünk adni, ha elkezdünk érdeklődni egy-egy felekezetnél, vagy éppen egy utazási irodában, mert mi egészen biztos, hogy szeretnénk megnézni, hogy hol keresztelték meg Jézust. És ugyanez érvényes a mikéntjére is. Olyan kíváncsiak vagyunk mi emberek, hogy hát hogyan történhetett az, amikor Jézust megkeresztelték. Jézus bemerítkezése az egy tény. De hogyan merítkezhetett be egyszerre 3000 ember Jeruzsálemben, ahol a Betesda taván kívül nem nagyon volt nagyobb vízfelület, és ott a Betesda tavánál elég sok beteg várta, hogy végre felkavarodjon a víz, és bejuthassanak a vízbe, gyógyulást remélve. Hogyan történhetett a keresztelés is, hisz azon a vidéken tényleg kevés víz van. Kutatjuk, kérdezzük, mert szeretnénk tudni, ilyen az ember, mindenre szeretnénk tudományos választ nyerni és kapni, mert minket annyira érdekel. De Lukács evangélista egyáltalán nem foglalkozik ezzel, nem érdekli sem az a tény, hogy hol történt, sem az, hogy hogyan történt Jézusnak a megkeresztelése, mert ez nem fontos. A legfontosabb üzenetet azonban megérthetjük a felolvasott igéből. A legelső tanítása Lukács evangéliumának az, és az a legfontosabb, hogy Jézus is megkeresztelkedett. Pedig ő lett volna a oka nem megkeresztelkedni. Ő nem volt rászorulva arra, hogy megkeresztelkedjen. De hát akkor miért is keresztelkedett meg Jézus? Mert mi a keresztség? A keresztség, a keresztelés nem más, mint elfordulás az Isten nélküli élettől.
és Isten gyermekévé lenni, az ő családjához tartozni, ez a keresztelés. Senki sem születik meg automatikusan Isten családjába. Ennek az oka az, hogy hozzuk magunkkal az engedetlenség lelkületét. És hogy ezt honnan tudjuk? Hogy engedetlen lelkülettel születünk ebbe a világba, és mindenki távol az Istentől születik meg, amit a hosszú évek alatt oly sokszor és mindig elmondunk, mind innen a szószékről, vagy egy-egy keresztelés alkalmával, vagy saját magunk tapasztaltuk meg a saját gyerekeinken, mert mit mond legelőször a gyermek, hogy nem? Az engedetlenség. Azt tanítani se kell neki, hogy nemmel válaszoljon mindenre, de azt már tanítani kell, hogy a nem helyett van igenis. Az engedést vagy a tagadást választja a gyermek. És nincs ebben semmi különös, éppen ezért általánosan velünk született ez. De hogy ez ne maradjon így, hogy ne az engedetlenség és az örök ellenkezés maradjon meg az életünkben, hát ezt jelenti, amikor valakit megkeresztelünk és vállalja a keresztséget.